Miért nem szavazták meg tegnap a Pető Intézet 500 millió forintját? Én szerintem biztos megszavaztam. Bocsánat. Halló. Azt gondolom, hogy utána néztem a számnak, emiatt a tegnapi probléma miatt 420 millió forint fölötti támogatásban már részesült a Pető Intézet a mi kormányunk időszakában. Amire Hoppá Péter utal, az nem egy plusz támogatást, az nem menteni meg a csődhelyzettől a Pető Intézetet, hanem az a köznevelési szerződés értelmében amúgy is folyósítandó éves összeg, amit a Pető Intézetnek át kellene utalniunk. Tudomásunk szerint legalábbis pár nap ezelőtt még nem is volt megkötve ez a köznevelési szerződés, és szintén saját forrásainkból úgy tudjuk, hogy az első részlete még ennek a kiegészítő támogatásnak is csak novemberben érkezhet meg a Petőz, addig meg csődbe megy, mert nem tudják fizetni a konduktorokat, és nem tudják fenntartani az intézményt. Úgyhogy ez a 420 millió, én értem, hogy a minisztérium és a kormány úgy próbálja beállítani, mintha ez egy extra támogatás lenne, ez nem az. Én úgy látom, hogy az a 420 millió forint az már sokkal több annál, mint amit az előző kormány idején elvettek tőlük. Bízom abban, hogy ez az irány marad, és a Pető Intézet kivívva a nemzetközi tekintélyét az elmúlt évtizedekben tovább tud stabilan működni. Nézze, a kormány nyilván fog lépni ebben az ügyben, és az is biztos, hogy ez egy átgondolt lépés lesz, és én biztos vagyok benne, hogy egy olyan megoldás születik, ami a intézményt is megmenti, és költségvetés szempontjából is jó lesz. Hát katasztrófa szerintem. Szóval sok mindent feltételeztünk már korábban is a Fidesz-KDNP kormányról. Tudtuk azt, hogy azért a stadionok elsődlegesek, de hogy mindezt a beteg gyerekek kárára, a gyerekek kárára képesek végigcsinálni, az számomra egészen érthetetlen. Lehet, hogy politikusként kicsit fura ilyet mondani, de én anya is vagyok, és egyszerűen nem értem azt, hogy lehet ilyen szívtelen egy nem egy frakció, hanem akik ott ülnek, a KDNP-sek, a fideszesek, akik egyébként anyák és apák, és tudják, hogy milyen nehéz szülőként is beteg gyerekekkel foglalkozni. Szóval szerintem ez egészen szívszaggató ez a történet, akkor, amikor mondjuk Kossa Lajos stadionjára költenek 10 milliárdot, vagy Hende Csaba Szombathelyi stadionjára egy másik 10 milliárdon, vagy amikor az ő felcsúti utánpótlás hobbi iskolájára adnak 500 millió forintot az EMI költségvetéséből, nekem meggyőződésem az, hogy Orbán Viktor minden egyes ilyen költés személyesen hagyóvá, de nem fogom elfogadni azt, hogy itt a stadionok fontosabbak legyenek ebben az országban, mint a gyerekek. A stadion is az egészségügy része, és nem az a kérdés, hogy a profi focisták hol játszanak és hogyan, hanem ezek sportközpontok. A mi gyerekeink és unokáink sportolnak ott, tehát sokkal összetettebb a kérdés. Nézzük meg a társadalom egészségi állapotát, tehát azok a stadionok nem luxus célt szolgálnak, hanem az össztársadalom számára fontos intézmények. És mivel a Pető Intézet vezetői kiadtak egy olyan közleményt, hogy nagyon kérjenek mindenkit, hogy az ott kezelt gyermekek és családok okán ez ne legyen valamiféle politikai csetepati szintere az ő kérdésük, és egyébként elégedettek a jelenlegi kormánnyal való együttműködés vonatkozásában, én ezért irányolónak tekintem, ráadásul távolabbi családi körben nálunk is van egy mozgássérült gyermek, akit ott kezelnek, és mindenki elégedett a munkájukkal. Ha én beültetek egy intézménybe, beültetem a saját embereimen, akkor én is valószínűleg jó kapcsolatokat fogok ápolni azokkal az emberekkel. Sajnos ugye az állam megszüntette a Pető alapítványt, és létrehozta a Pető Kft-t, ahova a saját embereit ültette be, illetve hát a Fidesz. Úgyhogy a Fideszhez valóban nagyon lojális emberek vezetik éppen a Pető Kft-t, nyilvánvalóan az ő kapcsolatuk nagyon jó, ettől még a Pető Intézet a csőd szélén van. Még egyszer mondom, üdvözli a Fidesz a kormányzat 420 millió forintos támogatását, és bízunk abban, hogy a stabilitást a mi kormányunk fogja megadni, szemben az előző kormány pénzelvételével.